a bedobás után, befelé középre, Hámori fejes, Seiler fogja. Nyilas, aztán most már Mirjuca. Horváth Ferenc, nincs les, mutatja Márton, lehet menni, Nicsenko van benn középen. Horváth, Balog, ez is lehetőség, és kimarad. Nyilas lövi el. Cseke indul ki. Egy ügyes Győri akció mindenféleképpen. Még mindig lehet belőle valami. Szarvas, és elgurítja gól. Szarvas óriási szólója, nincs egyetlen egy ferencvárosi játékos, aki megakadályozná, még kényszerítőzhet is, és elgurítja Seiler mellett. 0-1 a 12. percre. Korsós most. Most áll vissza a Ferencváros, hagyott neki lehetőséget a Győr, a Fodor. Ügyes labda Szarvasnak. Középen jön Cseke. Uha! Zavaszkinak egy jó labda. Befelé középre, Nicsenko lába mellette elmegy. Ügyes labdaszerzés, Nyilas. Áj, de szép gól! Már az egész akció, ahogy Zavaszki beteszi középre, aztán elpattanott Nicsenkóról, és jön Nyilas, és a kipattanót nagyon szépen rúgja el a jobb alsó sarokba. Csavarodik is a labda, szép mozdulat. 1-1, és a 16. percben vagyunk. Horváth vissza fogja tenni. Jagodics, 30-ra legalább. Zavaszki felé, beközépre, gól! Horváth Ferenc érkezett. Egy parádés labda Jagodicstól kifelé. Zavaszki remekül teszi be, Horváth Ferenc úgy szintén, csak ő már a kapuba. 2-1-re vezet a Ferencváros a 29. percben. Többet is támadott eddig az ötvegény csapat, végül is megérdemeltem. Mirjuca hozhatja föl, 37. perc. Tublis Gyatri meg Mirjucát, aztán Mirjuca át a túloldalra. Nyilas, óriási nagy balogvédés. Molnár játékvezető most ad engedélyt. Rutka, kapufa! És szegény Balog Tamás beesik a jobb alsó sarokba. Szarvas, 11. perc. Ügyesen Mracskóhoz kifelé. Sullivan, gól, kapufa, uha. Félig meddig már benn láttam. 13. perc, Szarvas. Ebből indulhat most Hámori, Molnár nem sípol. Telek is lemarad, és Seiler nagyot véd. 16. perc, Szarvas szabadrúgása befelé középre. Telek fejeli el, nem a legjobb helyre, Sullivan vissza. Hámori, Seiler második nagy védése, Fodor lövését fogja. 17. perc, ferencvárosi szabadrúgás, ez Mirjuta teszi le. Éppen hogy a kapufát érinti, aztán az ismétlés. Még egy ismétlés, Jagodics, Nicsenko, gól! Hogy mi volt itt, kérem? Ezt a mindenit. Hát itt a dolog. Ide-oda pattog a labda, először egy kapufa, aztán egy kipattanó labda, egy lövés, és aztán ott van Nicsenko, mint általában ott szokott lenni. 3-1 a Ferencváros javára a 18. percben. Szűcs indul, Nicsenko nem indulhat befelé, mert akkor esem van. Most kapja Nicsenko. Kapja Nicsenko, mert visszaszerzi. 21. perc, beközépre Mirjuca. Kapufa, haj! Elképesztő, nincs szerencséje. Aztán nézzük újra, itt a lövés, ez meg fölé megy. Zavaszki. Hámori tovább. Fodor. Teleket. Aztán Szarvas, 3-2. Mire kimondanám, hogy Teleket forgatják meg, addigra már Szarvas berúgja a második gólját. Teljesen tisztán marad, döbben csend a ferencvárosi szurkolók között.
30. perc a második félidőben. Szűcs Mihály. Szejler. Egy kicsit szórakozott a közönség idegeivel. Ez a vége.